Ezelől a kérdéserről nem lehet kitérni, mert állandó, mert örök, mert szüntelenül újra és újra elektálódik, és elvárja, hogy ne a hittankönyvek megtanult válaszát, ne egy definíciót adjunk, hogy a szív csodája tudjon válaszolni, hogy a mi szívünk tudjon megnyílni, hogy annak valahol a legmélyéből tudjunk választ adni, hogy van-e közünk egymáshoz, hogy van-e dolgunk egymással, hogy veled vagy nélküled. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták: van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Ezek az evangélium igéi. Gyakran mondom, hogy a mi urunknál nagyobb provokátor gyakorlatilag nincs a földön. Jól is van ez így, általában nem ad kész válaszokat, általában nem megnyugtató módon csengenek azért le a dolgok, valami nyugtalanító, valami tovább gondolkodásra késztető mindig van az ügyben, hogy majd bennünk éri el a lezárását, hogy kénytelenek legyünk megtalálni a saját válaszainkat, a saját hangunkat. Tulajdonképpen, ha az ember egy galériában sétálva a művészeti alkotásokat szemléli, valahol az igazi művészet is akkor éri el a teljességét, ha bennünk válik befejezetté, ha meg tud szólítani, ha rá tud bírni bennünket valamilyen sajátos együttműködésre vagy együtt gondolkodásra, hogy ráleljünk a saját hangunkra, a saját válaszainkra. Majd 2000 évvel ezelőtt Fülöp Cezáreájának a vidékén a mi urunk egy rendkívül modern eszközhöz nyúl. Közvéleménykutatást végez. Gyakorlatilag annak bevált módszerével egy minősített minta kiválasztásával. Megkérdezi a tanítványokat: te, srácok, hát mondjátok, mit mondanak rólam az emberek? Mit gondolnak? Ki vagyok én? Kinek tartják ők az ember fiát? Ó, egyébként milyen gyakran fordul ez elő velünk is, kicsiben, a mi mindennapos életünkben, amikor puhatolózunk, utána nyúlunk, kérdezgetünk. És a tanítványok észre sem veszik, hogy milyen finoman, milyen szépen alakul a csali mese, mert a kör tovább fog szűkülni. Az Úr meghallgatja a válaszokat, és azt mondja, hogy aha, jó. Sokkal érdekesebb ám az, hogy ti kinek tartotok engem? Ó, hát személytelenül, ó, hát arctalanul, sokkal könnyű ebb az ilyen kérdésekről beszélni. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Mit mondanak a többiek? Tudjátok, a volt egyszer egy barátom,
akivel az történt. És ilyenkor az ember már mosolyogva hallgatja, hogy hát, hogy ne. Egy kicsit ebben a helyzetben járunk. És rögtön szorul a hurok, rögtön jön a kellemetlenebb kérdés, hogy ti nyilatkozzatok. Ti kinek tartjátok az ember fiát? És én azt hiszem, testvérek, hogy a provokáció a mai napig áll. Ez állandó. Ó, kérdezi ezt tőlünk a világ is. Hogy adott ez a Krisztus? Ti mit akartok tőle? Ti mit vártok tőle? De sokkal izgalmasabb, amikor ez a Krisztus szegezi nekünk a kérdést, hogy te mit akarsz te tőlem? Van neked között hozzám? Mi közünk van nekünk egymáshoz? A végtelen és örök szeretet pontosan tudja, hogy neki mi dolga van velünk, hogy neki hogyan is van köze hozzánk. A nagyobb kérdés az az, hogy mi ezt tudjuk-e, mi rácsodálkozunk-e, mi rájövünk-e, hogy igenis van közünk hozzá, hogy nem tudunk elhatárolódni a kérdéstől. Nincs ABX. Nem tudom azt mondani, hogy ugrom a kérdést. Az élet minden területén pillanatról pillanatra újra és újra találkozunk vele. Direkt és indirekt módon, szemtől szembe nekünk szegezve, vagy hátulról támadva, egészen más módon csomagolva, de ugyan ezzel a kérdéssel. Olyan nincs, hogy nincs véleményem. Olyan nincs, hogy nem válaszolok. Kénytelen vagyok válaszolni. Ezelől a kérdéserről nem lehet kitérni, mert állandó, mert örök, mert szüntelenül újra és újra elektálódik, és elvárja, hogy ne a hittankönyvek megtanult válaszát, ne egy definíciót adjunk, hogy a szív csodája tudjon válaszolni, hogy a mi szívünk tudjon megnyílni, hogy annak valahol a legmélyéből tudjunk választ adni, hogy van-e közünk egymáshoz, hogy van-e dolgunk egymással, hogy veled vagy nélküled. Nem nagyon tudok ellene lenni. Nélküle igen, és az már a pokol egy rendkívül sajátos értelmezését vonja maga után. Az egészen biztos, hogy amikor válaszokat várunk, teljesen felesleges a Google keresőbe bepötyögni a názáreti Jézust, mégis megnézvén, hogy kinek tartják őt az emberek. Kidobhat ikonokat, ábrázolásokat, tényszerű definíciókat egy 2000 évvel ezelőtt Palesztina területén élt emberről. Ez a válasz nem elég. Ez a válasz nem a miénk. Ez nem mi formáltuk. Nem a mi hangunkon szólal meg. Itt személyes valóságokról van szó, ahol egy élő, egy örök, egy eleven, egy lüktető, személyes valóság kérdezi a másik személyt. Kérdezett 2000 éve ott Fülöp Cezáreájában. És kérdez azóta is, várva minden korok, minden emberének a saját válaszát, amit nem tudunk megspórolni, ahol nem idézhetünk, ami elől nem térhetünk ki, amiben végső soron vele együtt magunkat is definiálnunk kell.